Sziasztok! Kisfar 87 vagyok. Most azt fogom bemutatni nektek, hogy lehet harcossal Rhino csordát leverni egyedül. Hát a dolog úgy néz ki, hogy... Jajjaj! Közben DJ-nek a harcos társak. Visszaírok nekik, mert nagyon szeretem őket. Na, a dolog úgy néz ki, hogy 30-as harcossal úgy lehet leverni, és csak is úgy, hogyha 12 skill helyünk van. Elég szomorú, de így néz ki a dolog. És emellett még van egy probléma sokaknál, akik a varázskönyvben a védelmüket bal oldalra tolták. Ez kifejezetten hátrány, úgy nem is tudnám megcsinálni én sem. De aki jobbra viszi, annak tudok most adni tippeket, hogy tudja legyőzni. Meg is mutatom. Szóval a védelmet jobb oldalra kell vinni. A alapskillek, amik kellenek hozzá, ez mindenféleképpen így van. Kell a pusztítócsapás, megváltásgerince, vádás, az élet, tiprás, fúvalatpenge, napszilánk, morál, vagy akarattörői, kinek hogyan fejlesztve, sebzésnevelés, ez elég fontos, és az ugrás. Az ugrás fogja megmenteni végül is az életünket, úgyhogy az nagyon kell, és a védelem. Bemegyünk a harcba. Nagyon fontos, egy helyben megállunk és nem mozdulunk. Ez alapvető, mert hamar kapjuk a pofont, hogyha elég megyünk. Először is nyitunk a fóvallat tengelyével, hogy a gyorsaságunk meglegyen, extra képesség nagyon fontos itt a csordánál, ezért csak fúval pengével lehet nyitni. Aztán felpakoljuk az életet, és megvárjuk, míg jönnek a pinnósok. Közben visszaírjuk. A következő lépésben a védelmet fogjuk felpakolni. És innentől kezdve nagyon fontos lesz az extra képesség használat. Most én jelenleg nem kaptam, de hogyha valaki itt kap, akkor az áldást nyugodtan felpakolhatja magára. Mert én általában úgy szoktam, hogyha kapok extrát, akkor már az áldást fel is pakolom. Hát most nem. Valami oknál fogva nem kaptam extrát. Ebben a körben felpakoljuk az extrát. És most a sebzést, ugye aki az előző körben kapta volna az áldást, most felpakolhatja a sebzést. És hogyha extra képességet kap, akkor se tiporjon. Nagyon fontos, hogy tiprás csak akkor szabad. Hogyha körülálltok, és mint ahogy most látjuk, elkezdenek gyorsulni. Mert hogyha hamarabb tiporsz, mint ahogy gyorsulnak, akkor le fogják tisztítani a tiprást, és a védelmük ugyanolyan magas lesz, mint volt. Szóval, hogyha ebben a körben a sebzést pakoljátok fel, és kaptok extrát, akármi mást üthettek, de viszont tiporni ne tiporjatok. Innestől kezdve, most már szokásos lovas taktika, pusztító csapás és a tiprás, mivel látjuk, hogy már felgyorsultak. Itt most jön egy kör pofoszkodás, elég szépen elkapják a véletünket. És most a szokásos penge és a szilánk. Itt fog belépni az a
az a pozitív dolog a védelembe, hogy jobb oldalra van kitolva, mert a következő körben én kiálltok, és akinek bal oldalra van véve a védelme, az csak 5 körös védelmet kap, és így, hogyha ő kiállt is, akkor úgy lecibálják az életét, mint a húzat. De mivel én a következő körben még védő vagyok, ezért mikor kiálltok, nullázni fognak, ezért nagyon fontos a jobb oldalra vitt védelem. Megvárom, még vitnek. És aztán fellépek a bal sarokba, és ott kiálltok. Nem teljesen a sarokba, egyel vissza, mert be fognak szorítani, és nem fogunk tudni elugrani. Felpakolom a védelmet, és most ütnek egy nullás kört. Hát extra képességnél itt most nincs értelme elmozdulni, mert nagyon fontos, hogy itt álljunk. Ezért nyomok egy kör vége gombot. Mert rászaladhatnék morállal az egyikre. De nem lenne értelme, mert alig ütnék rajta, mert ugye ezeket nem tiportam, ezt a két gyűlállót. Aztán kicsit ide kijövünk, innen átugrunk a másik sarokba, mivel hogy neki most nagyon fontos a védelmet, visszapakoljuk. Mert amint látjuk, visszamentünk alapra, ami nekem 31,7, de hát kinek hogy. Bocsánat. Beállok a sarokba, és akkor kezdem az állással. De most van fülgepengém, ezért inkább azt eldobom. Később évben, hogyha extrát kapunk, az nem lesz hátrány. És most felrakom az állást. Őt még szerintem most se fognak tudni megütni, nem hát. Igen. És most felpakolom a védelmet. Újra. Bizony, bizony. És látjuk a pengének itt az eredménye. Kapok egy sebzést is. Én feltolom. Annak rendje módja szerint. Most viszont rám fognak állni. És innen nem fogunk tudni kilépni. Most egy darabig. Felpakolom az életemet is. Így most nullás kör fognak ütni ismét. Hát extrába adott egy ütést. Ha nem is ad, a következő körben nagyon fontos, hogy pusztító csapás nélkül tiporjunk. És meg is mondom, hogy miért fontos pusztító csapás nélkül tiporni, mert a következő körben a pusztító csapás megy majd a szilánkkal, és aztán még marad egy 99-es krit a morára. Viszont, hogyha pusztító csapással tiporsz, akkor nem fog maradni morára szufla. Ezért javaslom, hogy pusztító csapás nélkül tiporjatok a következő körben, ha nem kaptok extrát is. Aztán most megszilánkoljuk, igen. Valamelyik le fogja tisztítani, ebben 100%-ig biztos vagyok. Ha nem mind a ketté. Hát persze, mind a ketté. Más sebezhetőséget le is tisztította. Nem, a tüskés az nem. Mindegy. Javaslom a simának a támadását. Aztán megint fuvallat penge. És a morál abba a szent szúrásba. Mert ez a veszélyesebbik orszarvunk. Mert már rám pakolt a 10 körös sebzését. A körönként itt. Mindestől kezdve, hogy ez kimúlt, már nem gondolom, hogy akárkinek is problémát okozna ez a kis tüskés hátul. Ezt már mindenki meg tudja oldani, még egy 25-ös harcos is. Nemhogy aki bemer menni egy Rino csordára. Hát innestől kezdve nem sok dolgunk van vele. Csapkodni és csapkodni. Én még játszok vele egy kicsit, elkipróbatom meg. De ember a válogatja, valaki szeretné játszadozni vele, valaki nem. Én szoktam.
és ennyi volna a Rhino csóda. Én nagyon köszönöm Sejinnek, mert ő tanította meg nekem ezt a technikát, és én most videóban megpróbáltam nektek átadni, hát remélem több sikerrel, mint kevesebben. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok és jó játékot!